Az időjárás nagy hatással van szervezetünkre, testünk működésére, így annak változásai sok problémát okozhatnak. Hogy miként befolyásolja közérzetünket az idő, és hogy mit lehet tenni, arról kérdeztük Németh Ignác Andreát, a Király gyógyszertár vezetőjét. Én azt hiszem, ez olyan fokú hőmérséklet ingadozás, hogy itt ez szerintem mindenkit befolyásolt. Időset, fiatalt, beteget, kevésbé beteget, úgyhogy szerintem ez egy nagyon komoly megterhelés mindenki számára, ami úgy egyébként is a járványhelyzethez még pluszban hozzátesz, és nem jó irányba. Úgyhogy én úgy látom, hogy ezt elég nehezen viseljük mindenki. Ennek vannak lelki tényezői is, tehát mindenki, én azt látom, feszültebb ebbe az időszakba, plusz még a front is rátesz, illetve a krónikus betegségben szenvedőknél ilyenkor a fönnálló betegségek nagy része azért felerősödik, elsősorban a szív- és keringési megbetegedésben szenvedők, tehát a magas vérnyomás ilyenkor döntően ez elszokott úgymond mozdulni a beállított értékektől. Van, akinél lemegy a vérnyomás, van, akinél pedig kiugrik. Sok a fejfájós ilyenkor, úgyhogy én ezt látom. Mindenki feszültebb egy kicsit. És a hidegfrontnak, melegfrontnak milyen különböző hatásai vannak az érzékenyekre? Hát szerintem mindenki másképp reagál. Van, aki a hidegfrontra érzékeny, van, aki a melegfrontra érzékeny. Ugye a hidegbe az erek inkább összehúzódnak, melegbe inkább pedig elernyednek az erek, és ez alapjában ugye elsősorban a keringési elégtelenségben szenvedőkre hat másképpen. Akár vérnyomás esés, illetve a vérnyomásnak a megemelkedése. De aki már régóta magas vérnyomással küzd, azok általában ezt az állapotot már ismerik, és szerintem elég jól tudják kezelni a betegek. Ugye vannak olyan eseti tabletták, amivel ilyenkor a vérnyomást, a kiugró vérnyomást úgymond ők szerintem egész jól kezelni tudják. De éppen a tegnapi nap is a mentőt kellett hívni ide a vásárcsarnoknál, a buszmegállóban, mert egy idős ember rosszul lett. Tehát ennek látható jelei vannak. És miután nő meg ilyenkor a kereslet a patikákban? Milyen termékeket visznek az emberek? Hát szerintem olyan kiugró változás ilyenkor a fronthatást illetően szerintem azért nincsen. Talán egy picit több olyan gyógyszerfogy, ami a fejfájásra való, de egyébként szerintem más nem jellemző. Milyen házi praktikákat tudna ön tanácsolni, hogy a fronthatás tüneteit enyhítsük? Hát szerintem, aki tudja magáról, hogy frontérzékeny, az készüljön fel arra, hogy ne érje váratlanul azt, hogy ha fáj a feje, akkor valami fájdalomcsillapítót az mindenféleképpen legyen otthon, illetve a megfelelő folyadékpótlás, ami minden olyan esetben, ami a fejfájással jár, egy jó terápia tud lenni, és törekedni kell egy nyugodt helyzet elérésére, mert ilyenkor a stressz meg a feszültség a fejfájásosoknak még külön nehézséget fog okozni.